Országszerte közel 90 képviselőjelöltjét már bemutatta a Mi Hazánk mozgalom. Nem kérdés tehát, hogy jövőre az eltelenül Gyurcsány Ferenc vezetésével egyesült balliberális tömb és a Fidesz urambátyám rendszere mellett lesz egy harmadik választási lehetőség az emberek számára. A Mi Hazánk mozgalom országszerte mindenhol ott lesz a szavazólapokon. Senkivel, semmilyen politikai háttéralkuban, semmilyen visszalépésben, semmilyen előválasztáson nem veszünk részt, a saját utunkat járjuk, és mind a 106 választókerületben a Mi Hazánk mozgalom jelöltjeit ajánljuk a választók figyelmébe. Nem az a kérdés a 2022-es választáson, hogy Gyurcsány vagy Orbán fog a hatalomba kerülni vagy visszatérni, hanem az a kérdés, hogy Magyarország megmarad-e magyar országnak, vagy cigány országgá fogunk válni. Pokol Béla alkotmánybíró már 2011-ben felhívta könyvében a figyelmet arra, hogy a magyarság lélekszáma generációnként megfeleződik, míg a cigányságé megduplázódik. Ha ez a tendencia folytatódik, akkor akár 10 éven belül, de mindenképpen belátható időn belül több cigány gyermek fog születni Magyarországon, mint ahány magyar gyermek. Ezt a problémát az elmúlt 30 év összes kormánya a szőnyeg alá söpörte, és csak a Mi Hazánk az a jelenlegi politikai pártok közül, amely szembe mer nézni azzal a feszültséggel, amit a magyar cigány együttélés jelent hazánk számára. Egyetlen párt vagyunk, akik a kötelező oltás ellen is felemeltük a szavunkat. Az egészségügyben a dolgozók bérrendezésére lenne égető szükség, ehelyett kötelező oltást kaptak a nyakukba a kormánytól. Egyedüli pártként ellenezzük a gyerekek oltását is, és nem fogadunk el semmilyen lezárást a kormány részéről, sőt, tiltakozunk a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők hátrányos megkülönböztetése ellen is. Budapesten újabb 4 képviselőjelöltet tudok a választópolgárok figyelmébe ajánlani, és abban a megtiszteltetésben van részem, hogy bemutathatom önöknek dr. Popé Gyulát, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, a Károli Gáspár Református Egyetem volt rektorhelyettesét, a Pozsonyi Magyar Gimnázium volt igazgatóját. Sokan ismerhetik történészi munkáját is, amely nem csak szakmai, hanem nemzetpolitikai szempontból is kiemelkedő. A Mi Hazánk mozgalom az össznemzeti gondolkodás módjának bizonyságát is kívánja adni azzal, hogy őt felvidéki származású magyarként elindítjuk képviselőjelöltünként is. Budapest 5-ös számú Terézvárost és Erzsébetvárost magában foglaló választókerületében fogja a Mi Hazánkat képviselni. Nagy Zsolt építő technikus lesz a jelöltünk a 7-es számú Angyalföldet Újlipót várost magában foglaló választókerületben, aki ruhák és jelvények gyártásával foglalkozó vállalkozó, a nemzeti rendezvényekről nagyon sokan ismerhetik. Kiemelten foglalkozik műemlékvédelemmel, és ezen a területen értékes gyűjteménnyel is rendelkezik. Fazekas László, szintén vállalkozó, online videokonferenciák közvetítésével foglalkozik, és remekül ismeri a választókerületét, a 17. kerületet, amely Budapest 14-es számú választókerületét jelenti. Ő maga 40 éve, családja több mint 100 éve él ebben a kerületben. Hrivnák Pál hasonlóan jól ismeri a választókerületét, hiszen 3 éves kora óta a 20. kerületben lakik, épületgépészeti vállalkozóként keresi a kenyerét, és az egyszülős családok életét is kiválóan ismeri, hiszen 14 éves korától egyedül nevelte a fiát. Ő Budapest 16-os számú választókerületében, Kispest egy részében és Pesterzsébetet magában foglaló választókerületben indul. Megkérem a képviselőjelöltjeinket, hogy néhány mondatban személyesen is mutatkozzanak be önöknek. Elsőként Popé Gyulát kérem erre. Popé Gyula vagyok. A felvidékről, tehát elcsatolt területről származom, és ez a tény határozta meg egész eddigi életem folyását, és ez határozta meg múltamat, jelenleg ez határozza meg jelenemet és jövőmet is. Így természetszerűleg az egész Kárpát-medencét tekintem hazámnak, amelyet én csak úgy hívok, hogy a Kárpát-haza. Nagy jelentőséget tulajdonítok a Mi Hazánk mozgalomnak. A magam részéről ezt úgy elemzem, hogy szükség van ránk, hogy minél nagyobb rétegbe terjesszük el a honszeretet, a hazaszeretet ösztönét, törvényét,
mert csak is ez vezet hazánk, nemzetünk megmaradásához. Jézus annak idején azzal a parancssal bocsátott el tanítványait, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Én a magam számára ezt a parancsot úgy fordítottam le a mai nap nyelvére és a mai nap szükségleteire, hogy menjek el és tegyek minél több nemzettársamat odaadó hazafivá, nemzetét, hazáját szerető polgárra. Ez az én feladatom, kötelességem, és ez nem is kevés. Kölcseivel együtt én is vallom azt a kétsoros epigrammát, elszó elmondom. Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak hagyd örökül, ha kihunysz, a haza minden előtt. Ez az én programom, és ezt szeretném minden magyar testvéremnek a lelkébe vésni, és odasúgni minden értő fülbe és értő agyba, hogy legyetek a hon szeretett jobbágyai röghöz kötötten. Számunkra a haza, a Kárpát haza ne csak kereseti forrás, ne csak megélhetési lehetőség legyen, hanem anyaföld. Szükség van erre a tudatra, mert másképpen, ahogy ez már itt már elhangzott, Magyarország fokozatosan megszűnik magyar ország lenni. És ezt a negatív folyamatot kell megakadályoznunk minden erőnkből, és erre képesek is vagyunk, de nem csak saját magunk erejére, hanem a Szentlélek segítségén kívül valamennyi honszerető magyar testvérünk akaratára, szívére, agyára támaszkodva. Ez a mi programunk, ez az én programom, és úgy gondolom, hogy megsegít bennünket a jó Isten. Köszönöm a figyelmüket! Tulajdonképpen születésem óta a kerületben lakom. Angyalföldön és Újlipót városban is éltem, ismerem tehát az egész kerületet. A kerületre vonatkozó programom. További lakó- és irodaházak építése helyett felújításokat. A körúti mintaprojekt megalkotása. Vígszínházi homlokzat szobrainak visszaállítása. Szép graffiti, mentes, illeszkedő kirakatokat, feliratokat jelent. Ez. A Szegedi út összeköttetése Zuglóval, vasúti közúti alagút megépítésével, a Dévényi út 4 szávos kiszélesítésével, hogy a Városliget mentesülhessen az átmenő forgalomtól. Az önkormányzat átvette 2020-as önkormányzati választási programon a Rákos rendező felüljáró helyett az aluljáró építési tervét mérlegeli. Budapesti programom. A Duna part rendbetétele, az elpusztított ikonikus épületek rekonstrukciója, felújítása. Az Erzsébet híd átépítése, a régi és az új híd ötvözése. Ahol lehet a régi híd díszeinek visszaállítása. A jelenlegi kábelhíd szélességének és szerkezetének megtartásával. A Várnegyedben, a Margit-szigeten, a Városligetben csak a régi szobrok épületek visszaépítését támogatom. Budapest az ország vízfeje, így annak további duzzasztása átgondolandó. A fejlesztéseknek, az irodaházak, a toronyházak helyett a parkok rendbetételére, a közlekedés észszerűségének javítására kell fordítani. Az M0 Budapest budai befejezése teljes szakaszon ingyenes visszaállítása. Nagyon fontos. A magas épületek, plázák, stadionok terjedését meg kell állítani. A reklámok szigorú korlátok közé kell szorítani. Se CEU, se Fudán, se Citadel kettővágása. Szomorú, hogy külföldi ingatlan spekulációk miatt gyakorlatilag lebontották a közvágóhidat, a bentéri laktanyát és számos épületet. Országos programom. Migránsmentes ország. Határkerítések továbbépítését szeretném elérni. A környezetvédelem, a graffiti és szemetelés szigorítása, hulladékok előállításának minimalizálása, termékgaranciák kiterjesztése, javíthatóság szem előtt tartása. Egészségügy ingyenessége, alkalmazottak megtartása, oltatlanok és oltottak azonos joggal kell, hogy rendelkezzenek. A kísérleti ideglenes engedéllyel rendelkező vakcinák hosszú távú mellékhatásainak mérlegelése, azok keverése, a lélegeztető gépek és az oltások beszerzési árainak vizsgálata. A COVID gyógyszerek széleskörű alkalmazása, kötelező oltás nincs. A multik oligarchák támogatásának leállítása, plázastop, a magyar cégek védelme.
állami versenyképes munkahelyek létrehozása, független magyar gazdaság erős forinta, hiánymentes költségvetés, államadósság spirál leállítása, felesleges látványberuházások, a külföldi segélyezések, támogatások útjaink koncesszióba adása elfogadhatatlan. A BTK szigorítása, a gazdasági bűncselekmények, a vagyonvédelem, a személyi biztonság terén is. Szabadságunk visszaszerzése. A magyar haderőt nem Afganisztánban, a balti országok légterének megvédésére kell alkalmazni. Brüsszel parancsolgatása miatt az EU-ból ki kell lépnünk. Felháborító, hogy a kormány utasítására lehallgasson, megfigyeljen ellenzékieket, polgárokat, izraeli kémsz szoftverek segítségével. A magyar népesség fogyász megállítása szintén az égető gond. A külföldre távozottak hazacsábítása, választóimmal való állandó kapcsolattartást szeretnék. A Mi Hazánk mozgalom független, ugyanakkor minden párt jó javaslatát támogatni szeretném. Köszönöm szépen! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, bemutatkoznék annak, aki még nem ismer, Fazekas László vagyok, és a Mi Hazánk mozgalom vezetése engem bízott meg a 14-es számú választókerületnek a képviseletével. Ez egy borzasztó szép feladat, ugyanis a 14-es számú választókerület az felöleli a 17. kerület Rákosmente teljes egészét, illetve Kőbányának egy jelentős részét. Ez azt jelenti, hogy körülbelül olyan 100 ezer lakost kell majd képviselnünk, és ez egy borzasztóan nehéz és egyben felemelő feladat. Nekem ez abszolút testhez álló, ugyanis ebben a térségben élek több mint 40 éve, és még a szüleim, nagyszüleim is több mint 120-130 évre visszamenőleg visszavezethető a családfám, a felmenőim. Teljesen ismerem a környéket, ismerem a környéknek a problémáit, az erősségeit, és minden erőmmel azon vagyok, hogy fejlesszük ezt a városrészt, ami mindig Budapestnek az egyik mostoha gyermeke volt. Nézzük a rövidtávú céljainkat, rövidtávú feladatainkat, mert vannak bőven. Sajnos Budapest főpolgármestere Karácsony úr dilettáns módon leszereltette a köztéri szemetes kukákat, így Budapestnek a legzöldebb kerületébe az emberek a szemetüket jó esetben zsebrevágják és hazaviszik, rosszabb esetben pedig eldobják az utcán, ezt nem tehetjük, azt valahogy vissza kell szereltetni a kukákat. Szintén Karácsony úrnak és a BKK-nak a dilettáns elgondolása alapján bezáratták a városközpontban lévő bérletpénztárat. Egy 90 ezeres kerületnél, ahol körülbelül minden harmadik ember a BKV szolgáltatását veszi igénybe, ez tűrhetetlen. Rákosmentén, Rákoskeresztúron mindig is volt bérletpénztár, és reméljük, hogy a jövőben is lesz. Nézzük a hosszú távú célokat. Nagyon komoly elgondolásaink vannak, hogy hosszú távon hogy lehetne fejleszteni a környéket. Vitézi Dávid BKK-s igazgató úrnak volt egy olyan elszólása az elmúlt napokban, hogy úgy szeretnék Rákosmentét bekapcsolni a Budapest körforgatagába, hogy egy vasútfejlesztést akarnak elindítani, viszont ezt 25 évre terjesztették ki. Nekünk 25 évünk erre nincsen. Le akarjuk rövidíteni ezt az időt, minél kisebb időre, tehát egy 6-8 éven belül kezdődjön meg a vasútépítkezés, kapcsoljuk be Rákosmentét, az emberek be tudjanak jönni a város szívébe. Két nagyon fontos dolgot szeretnénk még hosszú távon. Az egyik az a súlyponti kórházat szeretnénk Péccel és a 17. kerület határában, ugyanis a környéken lévő kórházak borzasztóan leterheltek. Tehát a 10. kerületben lévő Bajcsi kórházhoz tartozik Rákosmente, Kőbánya és ez a térség. A Bajcsi kórházat ugye ismerhetjük, egy borzasztóan leterhelt, gyenge szolgáltatásokkal rendelkező kórházról beszélünk, illetve a térségben a Kelet-Pest megyei települések Pécceltől egészen Gyömrő, Maglód, Isaszeg, egész majdnem Gödöllőig, azok pedig a Kerepes-Tarcsai, Kistarcsai kórházhoz tartoznak, ami szintén borzasztóan leterhelt. Ha sikerülne egy normális súlyponti kórházat Péccel és a 17. kerület határán létrehozni, azzal az egész térséget tehermentesíteni lehetne, és a rákosmentiek és a kelet-pestiek normális minőségi egészségügyi szolgáltatást tudnának igénybe venni. És van még egy szívügyünk, ez pedig a Mária strandfürdő, ami körülbelül 120 évre datálódik a megnyitásra. Sajnos ezt már bezárták, ezt a strandfürdőt. Ez egy igazi békebeli, polgári kis
hangulatos strand volt, sok generáció ott töltötte a nyarát, ott töltődött föl, ott pihente ki az évnek a fáradalmait, sok-sok évvel ezelőtt ezt bezárták. Most már a területet, mivel fejlesztették, és elkészült a felüljáró, most már minden adva van ahhoz, hogy ezt a környéket a stranddal együtt továbbfejlesszük, nyisson meg a strand, és ez a megnyílt, újra megnyílt Mária strandfürdő el tudná látni az egész Budapest 60 vasútvonalon lévő településeket, tehát Gödöllőtől kezdve egészen 60-ig, ugyanis nagyon jó az elhelyezkedése, mert pontosan a Rákossabai vasútállomás mögött található. Annyit szeretnék még elmondani, hogy az alapvető célom a választókerülettel kapcsolatban, hogy hosszú távon megtartsuk az ízét, a zamatát, azt az igazi békebeli polgári hangulatát, amitől annyira szereti ezt a környéket nagyon sok ember, ezt mindenképpen meg kívánjuk tartani, de mellette mindenféleképpen olyan 21. századi fejlesztések kellenek, ami a modern kertvárosokat jellemzik. Nagyon szépen köszönöm. Rivnár Pál vagyok, a 16-os számú országgyűlési választókörzetnek a jelöltje, és a 16-os számú körzetnek nagyon furcsa része az, hogy kettő részre osztották a választási körzetek kiosztásánál. Az egyik rész az a 19. kerület Kispest Vekerle, a másik pedig a 20. kerület teljes terjedelme. A kettőt nem lehet egy lapon említeni, hiszen a kettőnek teljesen más problémái és más adottságai vannak, úgyhogy én először a 20. kerületről szólnék egy pár szót. Én a 20. kerületben lakom, ott is élek, és gyakorlatilag a 20. kerületet ugye a 70-es évek folyamán teljesen átalakították. A kertvárosi jelleget fogták és lerombolták, helyette lakótelepet építettek, a lakótelepnek az összes problémájával feltöltötték emberekkel, viszont sajnos a több ütemben lévő lakótelepet nem fejezték be. Ezért megmaradt a Erzsébetnek ugye a 50-60%-ában a kertvárosias jelleg, ami sajnos avval jár, hogy műszaki szempontból ezek a házak olyan rossz állapotban vannak, hogy csak a gond és a baj van velük. A rendszerváltás idején az önkormányzat ezeket a lakásokat eladta, és onnantól kezdve csak görgeti maga ezeket a dolgokat. Hiába mondják azt, hogy Erzsébet egy kertvárosi jellegű városrész, gyakorlatilag nem hasonlítható össze Zuglóval, vagy bármi olyan helyen, ahol az embereknek jó érzése van ahhoz, hogy hazamennek. Tehát a két lehetőség közül választhatnak. Az egyik a panellakás, a másik pedig a kertváros, ami ugye nem kertváros, hanem mondhatnám úgyis, hogy inkább falusias jelleg, olyan helyekkel, ahol gyakorlatilag a szemétkupacok és az összedőlt házak között is el lehet menni, néha egy-egy új építési ház megtalálható, de gyakorlatilag ez nem jellemző a kerületre. Ez a kerület az, ahol gyakorlatilag egyetlen turistabusz nem áll meg. Keresztül mennek rajta, semmi látnivaló, semmi nevezetesség, az emberek hazajárnak, de gyakorlatilag lefekszenek aludni, onnantól kezdve nem tudnak lemenni a Dunapartra, olyan állapotok uralkodnak a Dunaparton is, hogy egyszer nincs az embernek kedve kimenni, szemét, mocsok. Van Délpesten egy úgynevezett szennyvíztisztító telep, ami évente egyszer-kétszer be lehet menni, és gyönyörű dolgokat mutatnak, de egyszerűen kapacitás szempontjából nem alkalmas arra, hogy befogadja Délpestnek a szennyvizét, hanem takarítatlanul ömlik bele a Kis-Dunába, amikor nagy esők vannak. Alulméretezett, egyszerűen a településhez, a 20. kerülethez mérten is kevés a szennyvíztisztító telepnek a kapacitása. Következő nagy probléma. Gyakorlatilag 20. kerület a délpesti régióban helyezkedik el. A délpesti régiónak pedig az a tulajdonsága, hogy a belsőbb kerületekben, amikor a városrehabilitációk megtörténtek még az úgynevezett Demszki korszakban, akkor kivásárolták az összes házat, lakásokat és azokat az embereket, akik a Ferencvárosból vagy a Józsefvárosból éppen nem kívánatos személyek voltak, azokat fogták és szemrebben és nélkül a külső kerületi részekbe kitelepítették. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag megindult a lakosság cseréje. A lakosság csere pedig azzal járt, hogy az emberek lassan elköltöztek, azok az emberek, akik tenni és akarnak is és tudnak is tenni a kerületért, nem tesznek semmit, mert inkább elmenekülnek onnan, mert hogyha az ember kimegy egy rendezvényre, egy önkormányzati rendezvényre, hát meg lehet tekinteni, milyen viszonyok uralkodnak. A petpalackok tömkelege, részeg emberek, hajléktalanok, csövesek mászkálnak. Azon kívül megkaptuk ugye a Ferencvárostól az egyetlen türelmi zónát, ami itt a környéken található, gyakorlatilag a kerületnek a fél oldala arra néz rá. Tehát az állapotok szörnyűek, és a lakosság csere miatt folyamatosan romlik ez a dolog. Azon kívül a 19. kerületben, ugye Vekerléről mondok még egy pár szót, Vekerle gyakorlatilag egy gyöngyszem. Ugye ezt kivették innen a választókörzetből, Kispestből. Gyönyörű szépen
működnek a házak, de maga a környezete még mindig nagyon sokat lehetne változtatni. Oda viszont lehetne turista csoportokat vinni, megmutatni őket, belépőjegyeket szedni, onnantól kezdve lehetne az egész dolgot világosítani, fejleszteni, rendbe tenni. Gyakorlatilag én azt látom, hogy a két választókörzet között, ami egy választókörzet, csak két része van szakadva, a különbség ebben rejlik az embereknek a minőségében. Azon a részen, ahol ugye olyan emberek laknak, akik foglalkoznak a környezetükkel, és jó hazajárni, ott működik a rendszer, itt pedig ahol csak hazamennek, tévét néznek és elmenekülnek, onnan nem működik. Ezért kell változtatni, ezeket a dolgokat kell olyan szinten rendbe tenni, hosszú távon, hangsúlyozom, rövid távon nem igen hiszem, hogy lehet valamit tenni most itt egyik napról a másikra. Az emberek fejébe rendet kell teremteni, figyelni arra és szólni egyik a másiknak, hogy ezeket a dolgokat sajnos figyelembe kell venni és lépni ez ügyben. Nagy vonalakban ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm.